Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött együtt ünnepelni velünk erre a szentmisére. Ezt a szentmisét a lakókért ajánlom fel, az otthon lakóért. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Hadd kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében, mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges, sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Testvéreim,
Azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, igaz, hogy holnap van Szent István király ünnepe, de holnap én nem tudok kijönni, és szerettem volna kijönni elegettéve igazgatóasszony kérésének, ezért ma jöttem, nem egyedül jöttem, hanem a kispapok egy részével, Balázs Béla püspök atya vezette be az Egyházmegyébe azt, hogy minden évben, nyáron találkozunk a kispapokkal, van egy ilyen tábor, összetartás Balatonbogláron. Ez ma este kezdődik, illetve egy kicsit előbb elkezdtük, mert előbb megérkeztek, és aztán kedd déli ebédig tart, mindenféle program van, és nagyon örülök, hogy ők már megérkeztek, négyen, de még vannak hárman, akik nem érkeztek meg, úgyhogy csak ővelük tudtam kijönni. A Dávid atyát valószínű mindenki látta már, csak nem reverendába, mert itt dolgozott szinte egész nyáron az otthonba, a merengő részen, mivel van ilyen végzettsége is.
és most már 5 éves kispapunk, aztán van 4 éves, és van 2. éves kispap is itt a jelenlévők között. A Szent Mise végén, mivel holnap megáldom a kenyeret a nagy ünnep alkalmával, az állami protokoll ünnepen is, a Kossuth téren, de arra nem tudnak eljönni, ismert okok miatt, ezért most itt a Szent Mise végén megáldom az új kenyeret. Aztán abból majd mindenki vihet, vehet magának. De nem erről akarok prédikálni, ez csak a bevezető volt, csak hogy tudják, hogy miért vagyunk ennyien. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy van 7 szemináristánk, 7 kispapunk az Egyház megyében. Azt hallottuk a példabeszédek könyvében, hogy őrizd tisztán a szívedet, mert belőle indul ki az élet. Az ünnep alkalmából egy-két gondolatot mondanék a szívünk tisztaságáról. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Hogy mi van a szívünkben, azt nagyon könnyen felismerhetjük abból, hogy miről beszélünk gyakran. Mi az, amit kimondunk? Ha gonoszság, sötétség van a szívünkben, akkor arról fogunk beszélni. Hogyha nagyon betölti a szívünket a politika, vagy az egészségügy, vagy bármi más, akkor arról fogunk beszélni. A legtöbbet a magyarok a hiányról beszélnek. Morgunk, panaszkodunk, elégedetlenkedünk. Ez azt jelenti, hogy a szívünk nincs betöltve jó hírrel, evangéliummal, Jézus szavaival, hanem be van töltve a világ dolgaival. Mert csak arról tudunk beszélni. De ez a mi döntésünk, hogy mivel töltjük be a szívünket. A nyugdíjasoknak is van ideje imádkozni, olvasni. Mi lenne, ha betöltenénk a szívünket az evangéliummal, a Szentírás gondolataival? Senki nem akadályoz meg senkit abban, hogy kezébe vegye a Szentírást, vagy hallgassa az Isten igéjét, és töltse meg a szívét az Isten szavával, a jó hírrel, az örömhírrel. Ezt mindenki maga dönti el, hogy mivel fogja betölteni a szívét, és aztán, hogy miről fog beszélni. Mert a szívünk tisztasága határozza meg az, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkbe. Ha hiánnyal töltjük be a szívünket, elégedetlenkedünk, morgunk, panaszkodunk, semmi se jó, akkor így érezzük magunkat. Ugyanilyen körülmények között más meg tele van hálával. Nekem volt egy barátom, akit 7 évig gondoztam és ápoltam. Ez a barátom, amikor megismertem, 35 éve feküdt mozdulatlanul. Mindent csinálni kellett vele. Etetni, mosdatni, széklet csak akkor volt, ha beöntést adtam neki. Semmit nem tudott magával kezdeni. Ez a keze volt egyedül, ami nem volt béna. Minden más béna volt nála. És ez a barátom, miközben mozdulatlanul feküdt, és mindenre, mindenkinek ki volt szolgáltatva, ez a barátom, úgy hívták, hogy Jóska, tele volt hálával. Derűs volt, öröm volt benne. Mert úgy döntött, hogy nem azzal foglalkozik, hogy mit nem tud csinálni. Szinte semmit nem tudott csinálni. Hanem azzal foglalkozott, hogy hogyan növekedhetne ilyen körülmények között, mozdulatlanul fekve a szeretetben, Isten iránt és embertársaink iránt. És ez a szívébe dőlt el. Erre senki nem kényszeríthette volna, én sem. A szívében úgy döntött, hogy ő hálás lesz élete végig a Jóistennek, az ő szeretetéért, hálás lesz az életéért, miközben
35 évig feküdt mozdulatlan, amikor megismertem, és még 7 évig éltünk együtt. És tele volt hálával, mert úgy döntött, hogy tisztán őrzi meg a szívét. Ő sokkal többet imádkozott, mint én. Ő napi 6 órát töltött az imádságaival, volt neki több imakönyve, meg szentírása, és ez volt a fő foglalkozása, hogy oda készítettem neki egy kis álványra az imakönyveit, és akkor ő ezzel az ujjával, mert ezt még tudta mozgatni, lapozgatta az imakönyvét. És tele volt a szíve jó hírrel, és mindig jó dolgokról beszélt, és sokat nevettünk. Pedig, ha valaki ránézett, egy maga tehetetlen, kiszolgáltatott embere, akkor neki lett volna oka panaszkodni, elégedetlenkedni, esetleg szidni a Jóisten. Őrizd tisztán a szívedet, mert belőle indul ki az élet. És ezt mindenki, amíg él, és tudatánál van, el tudja dönteni, hogy mivel töltöm meg a szívemet. A pletykával, a hírekkel, a információkkal, vagy pedig betöltöm a szívemet minden nap Isten jó hírével. Mindenki eldöntheti, de aki ezzel tölti be a szívét, az sokkal kevesebbet fog elégedetlenkedni, panaszkodni, morogni, és sokkal többször mondja ki azt, hogy köszönöm. Köszönöm a Jóistennek, köszönöm azoknak, akik körülöttem vannak. Ez a mi döntésünk. Én ezt gondolom erről az igéről, hogy őrizd tisztán a szívedet, mert belőle indul ki az élet, hogy mi döntjük el. A pletyka az mindig mérgező. Mérgezi annak is a szívét, aki pletykál, és mérgezi aznak a szívét is, akiről pletykálnak, mert úgyis megtudja. És nagyon sok energiát fektetnek a keresztény katolikusok a pletykába. Ferenc pápa azt mondja, hogy pletyka az büntény, mert lehetetlenné teszem, hogy szeressék azt, akiről pletykáltam. Mert akiről rosszat mondtam, azt beültetem az emberek szívébe a gyanút, hogy nehogy elhiggyétek, hogy ő olyan, amilyennek látszik. A szívünk tisztasága azt jelenti, hogy ellene mondunk ennek a kísértésnek, hogy senkiről nem akarunk pletykálni és rosszat mondani. És akkor tisztul a szívünk, és felszabadul a szívünkből az öröm és a derű. Mert a normális állapota a szívünket nem a panaszkodás, a sóhajtodás, a normális állapota a szívünknek a derű. Nincs olyan szegény ember, nincs olyan magatehetetlen ember, aki ne tudna hálás lenni. Ő dönti el, hogy miért vagyok hálás, vagy miért panaszkodom. És ez mindig rajtunk múlik. Úgyhogy az ünnep közelettével ezt kívánom mindenkinek, hogy őrizze a szívét tisztán, mert abból indul ki az élet, és abból tudjuk továbbadni a kegyelmi életet és a Jóisten szeretetét másoknak. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, mindenláthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában, aki az Atyához született az idő kezdete. És Isten az Istentől, világosság, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos.
Atya, a Szent Egyházam, hallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az kérjük testvéreim az Isten, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közbenjárására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az égi homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk, Krisztus, ami Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözültelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük és hangos szóval énekeljük, Thank you.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg kérjeinket. Kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak,
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Békesség veled. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, melyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Könyörögjünk, dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.